Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a Kisgyaláni Horgásztó vízpartjáról. Ma egy újabb, egyszerű és eredményes módszert szeretnék nektek mutatni, ami nem más, mint az úsztatás. Ezt a módszert én kizárólag szeles időben szoktam alkalmazni. Nagyon egyszerű és mégis nagyon hatékony módszer. A bot, orsó és a zsinór ugyanaz, amit a bokrozásnál használok. Egy Wizard Samurai Cat 270-es bot, egy Kós Banax 7000-es orsó és 70-es fonott zsinór. Szerintem úsztatásnál jobb a vastagabb fonott, mert hogyha gyengébb a szél, azt is tök könnyen fogja vinni. Most pedig nézzük meg, hogy mi kell a végszerelékünkhöz. Elsőként főzsinórunkra fölhúztunk 2 darab gumistoppot. Ezután jöhet az úszónk. Jöhet 2 darab gumistopper. Az egyik gumistopper az úszónkat fogja megtartani, a másik pedig az ólmot fogja fixálni. Jöhet az ólom. És még egy darab gumistopper. Ezután pedig fölkötjük a forgót, amin én már előre megcsináltam az előkét. Ennél is a hóhér csomót szoktam én használni. Amit az előbb megkötöttünk, az az egyhalas szerelék. És megmutatom nektek a két halasat. Itt minden eleme ugyanaz, mint az egyhalasnak. Egyedül az előke lesz más, ugye ahogy mondtam, ott csak 100-as monofil zsinórban van kötve, 2 darab 4x0-as horog, és egy 5 millis csúszligumival van rögzítve a kötés. Amikor beálltok csónakkal az általatok kiválasztott helyre, úgy álljatok meg, hogy a szél az a hátatok mögül fújjon, lecsúlyozzátok a csónaknak a hátulját, utána a szél irányba állít titeket, és lecsúlyozzátok az elejét. Az ereszték-et azt én úgy szoktam kimérni, átváltom az orsót, és a csónak mellett leengedem a cuccot. Beállítom úgy, hogy teljesen leérjen az ólom. Most ért le az ólom, és onnan annyit húzok vissza, hogy a horog az a fenék fölött egy ilyen 20 centivel legyen. Ez így most jó. Föltűzem a kis halat. Lehet rakni a horogra ilyen gumi csalistoppert, én ilyen kisebb kárászoknál nem nagyon szoktam használni. Próbáljuk meg kicsit mélyebbre bökni, hogy bírja a dobásokat. Ugye két bottal szoktam úsztatni, és úgy szoktam csinálni, hogy az egyik botot, azt a csónak jobb oldalára dobom, a másik botot meg a bal oldalára, és ahogy viszi őket a szél, nem fognak összeérni. Széltől függően, hogyha nagyon erős a szél, akkor próbáljuk meg minél lassabban adagolni a zsinort, hogyha gyenge a szél, akkor meg nagyobb öblöt csináljunk a zsinórnak, hogy könnyebben vigye az úszónkat. Ha kapásunk van, ne az legyen, mint amit én egyszer-kétszer az elején csináltam, hogy azonnal bum, bevágunk, hanem nyugodtan tekerjük fel a kiúsztatott zsinórunkat, és amikor már látjuk, hogy feszül meg a zsinór, úgy vágjunk be. És nagyjából ennyi ez a módszer, egy nagyon egyszerű és mégis nagyon hatékony. Próbáljátok ki ti is, és sok sikert kívánok a fogásokhoz!